Köszöntöm nézőinket! Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Önkormányzati elismerés, a villámárvíz idején segédkező tűzoltókat jutalmazták. Európa bajnokság, Sopronban is megtelt a főtér lelkes szurkolókkal. Főzőverseny és családi programok, nyárköszöntő családi napot tartottak Tómalmon. A villámárvíz idején segédkező tűzoltókat jutalmazták Sopronban. Mint arról korábban beszámoltunk, a Sopront és környékét érintő június 8-ai felhőszakadás miatt 70 bejelentés érkezett a Vármegyei Katasztrófa Védelem Művelet Irányítási Ügyeletére, amely 52 riasztást generált. A soproni villámárvíz következtében a Rákpatak is kiöntött. Dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere hétfőn elismerését fejezte ki a szolgálatot teljesítő 17 tűzoltónak, amiért erejüket megfeszítve dolgoztak azért, hogy a soproni polgárok élete és vagyona ne kerüljön veszélybe. A soproni tűzoltóság az elmúlt években jó körülmények közé helyeződött azáltal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően a rendészeti integrált központot az országban ez az elsőt és az egyetlen itt Sopronban tudtuk felépíteni. Jó helyről tudják ellátni a soproni tűzoltók a szolgálatokat, és ezzel is javult a soproni és Sopron környék emberek biztonsága. Ezt most alkalmuk volt bizonyítani is, hiszen június 8-án egy villámárvíz jelei mutatkoztak Sopron és környékén, hiszen az Ikvának a vízgyűjtő területein és magában a városban is rendkívül mennyiségű csapadék jött le nagyon rövid idő alatt. Ezért aztán számos helyen kellett beavatkozni Sopronban, menteni kellett a polgári vagyont, és egyúttal komoly figyelmet kellett fordítani arra, hogy az Ikva ne lépjen ki a medrében, mert nagyon megemelkedett a vízszintje neki. Nos, úgy gondolom, hogy a tűzoltóság munkatársai, az állomány nagyot ment. Ezredes úrnak személyesen is gratuláltam, és szerét ejtettük annak, hogy 17 tűzoltót, aki aznap szolgálta teljesített, és erét feszítve dolgozott, azon, hogy a soproni polgároknak a vagyona, élete ne kerüljön veszélybe, és mindent biztonságosan el tudjanak látni. Ezért rendkívül önkormányzati jutalomban részesítettünk ezeket a tűzoltó munkatársakat. Megtisztelő, hogy együtt itt dolgoznak, és köszönöm szépen nekik ezúton is azt a teljesítményt, amit leadtak a napokban. Sopronban is megtelt a főtér lelkes szurkolókkal, akik a magyar labdarúgó válogatottnak drukkoltak a Magyarország-Svájc csoportmérkőzésen. A gyenge első félidei produkció miatt a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es vereséget szenvedett szombaton a svájci csapattól a németországi Európa-bajnokság A csoportjának kölni mérkőzésén a nyitófordulóban. Nagyon vártuk már, hát még a kiutásnál is már nagyon szurkoltunk a csapatnak, most ez így, hogy EB-n vagyunk, ez egy tökéletes alkalom a győzelemre. Remélem, azzal is kezdjük. Szerintem 2-1 a magyaroknak. Magyar? 3-2? Megpróbáljuk, jó? Míg mentek az esélylatolgatások a meccs előtt a főtéren a szurkolók között, nagy volt a lelkesedés és az izgalom a mérkőzést megelőzően. Majd a himnusz közös éneklését követően elkezdődhetett a szurkolás. Az első fél időben végig fölényben futballozó ellenfél már a 12. percben vezetést szerzett, majd közvetlenül a szünet előtt megduplázták előnyüket. Térfélcserét követően Varga Barnabás a 66. percben szépített. Hosszabbításban egy újabb kapitális védelmi hibát kihasználva a csereként beálló ellenfél játékosa lezárta a meccset. Elég lassan indult ez a mérkőzés, aztán a második fél idő közepe fele azt gondoltuk, hogy lehet belőle valami, de sajnos aztán így elhúzott, erre nem gondoltunk, hogy ez egy potyagól volt. Mind a két fél idő második felébe sajnos szomorúak vagyunk, de még bizakodóak. A magyarok szerdán a házigazda és a pénteki nyitányon Skóciát 5-1-re legyőző németekkel csapnak össze Stuttgartban. Remek hangulatú családi napot tartottak Tómalmon június 15-én szombaton. A hagyományos pörkölt főzőversenyre 16 csapat nevezett, de a gyermekeknek és családoknak is változatos programokkal készültek a szervezők. Hagymát kockáznak a résztvevők a tómalmi családi nap főzőversenyén. A hagyományos pörkölt főzőversenyt minden évben megrendezik. Összesen 16 csapat nevezett a megmérettetésre, amely nagyon jó hangulatban telt. Itt a nyár, itt vagyunk a Tómalmon, a nyárköszöntő családi napon. A családi nap egyik fontos rendezvénye a délelőtti pörkölt főzőverseny. Nagy az érdeklődés, 16-17 csapat nevezett, felkészültek, motiváltak, kemény küzdelem lesz.
nehéz dolga ígérkezik a zsűrinek, nem szeretnénk a helyükbe lenni. A családi nap rendezvényei este 10-ig tartanak. Várunk mindenkit mai napra is, és egész nyárra a szép tómalomra, a tómalom fürdőre. Jöjjenek el minél többen, érezzék jól magukat, különleges hely, szerencsénk van, hogy a miénk. A Soproni Horgász Egyesület idén is 4 fővel mérettette meg főző tudását. Immár másodjára vagyunk mi szereplői ennek a tómalmi főzőversenynek. Tavalyi 3. helyezett sikerült, idén szeretnénk egy kicsit jobban teljesíteni, egy-két apróságot még belepróbálunk csalni a pörköltbe. Adott húsalapanyagból, többi hozzávaló pedig a saját konyhákból került ide. A résztvevők kiemelték, a nyári sütögetés fontos kellékei kerültek elő a főzőversenyen, hiszen az összes csapat Bográcsban főzött, így egy különleges zamatot is kapott az elkészült étel. Mi minden évben hagyományos sertéspörköltet készítünk, tehát nem díszítjük, nem variáljuk, mi a klasszikus pörkölt hívei vagyunk, minden évben ezt készítjük, több-kevesebb sikerrel, általában sikerrel, most meglátjuk, hogy milyen eredménnyel. A kisgyermekes családoknak többek között lufi hajtogatással és ugrálóvárral, valamint arcfestéssel is készültek a szervezők. A főzőversenyen dr. Farkas Ciprián polgármester és Barca Attila országgyűlési képviselő is zsűrizett. Az első helyen az Ennikő csapat, második helyen a Sörnyetek csapat, harmadik helyen pedig a D-team végzett. A Harangvirág csapat pedig a polgármesteri külön díjban részesült. 17. alkalommal rendezték meg szombaton és vasárnap Sopron és környéke legnagyobb kisgyermekes családos eseményét, a Tündérfesztivált, ami ma már országos népszerűségnek örvend. Az Erzsébet kertben a Tündérek és Manók földjén ezúttal 4 alapelem közül minden a föld köré épült. Ilyen hangulatban nyitotta meg a kapuit a Tündérfesztivál szombaton. Idén a szervezők az Erzsébet kertet 5 ligetre osztották fel, így többek között a fenntartatossággal, kincskereséssel, valamint az állatok és növények témakörével is foglalkozhattak a gyerekek, de színesebbnél színesebb programokkal is készültek. A programokat idén úgy szerveztük, hogy az Erzsébet kertet ligetekre osztottuk fel. 5 különböző ligetünk van, illetve egy kelt a tábor pont mögöttem. A ligetek a föld témakör, ugye a föld a témája az idei Tündérfesztiválnak, a föld témakör köré csoportosulnak. Van egy Remanó ligetünk, ahol az újrahasznosítás fenntarthatósága fő téma, van egy régészmanó ligetünk, ahol a talajfajták, ásatás, dínók, ilyesmik találhatók meg. Van egy könyvtündér ligetünk, ami egy picit kakukktojás ugyan, de azért ott is igyekeztünk a föld témáit felhozni. Ez azért van, mert az ünnepi könyvhétnek ez a záró hétvégéje, úgyhogy a könyveket is meg akartuk jeleníteni. Van még egy zöld tündérligetünk, ahol a állatok, növények, mezőgazdaság témakörében találhatnak programokat. Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője a szombati megnyitón kiemelte, ez a családi esemény minden korosztály számára egy nagyon jó hétvégi program lehet. Én köszönetet mondok a szervezőknek, hiszen hetek óta nagyon lelkesen szervezik ezt az eseményt. A fő témája a föld, maga a bolygónk, amit őrizni és amire vigyáznunk kell, és a különböző tematikus ligetekben pedig a fenntarthatósággal, a környezetvédelemben és a tudással és több családi programmal és tudásanyaggal tudnak megismerkedni a résztvevők. Azt gondolom, hogy ez Sopron igazi ünnepe. A jó időnek és a fantasztikus programoknak köszönhetően rengetegen látogattak ki a rendezvényre. Nagyon jól érezzük itt magunkat, most vagyunk itt először a Tündérfesztiválon, de még egyelőre körbenéztünk, arcfestésre szeretnénk menni, meg a felvonulást láttuk, és itt játszottunk a Hunyadi Pavilonnál. Több kézműves fesztiválra, rendezvényre járok országosan, de a kedvenc fesztiválom ez. Nemrég érkeztünk, úgyhogy egyelőre csak körülnéztünk. Most nem sokára megyünk minigolfozni szerintem. Mindent is tudunk ajánlani. Bármit ki lehet próbálni, minden nagyon jó. Pont most lépünk fel, és nagyon jó lesz. Itt a gólyalábasokat néztük egy darabig, az tetszett nagyon. Nagyon szépen. Minden a gyerekekről szól, ingyenes, nincsen belépőjegy,
rengeteg program van, rengeteg kézműves program van, és szuper, szuper rendezvény szerintem. A fesztivál színes programjai között voltak bábelőadások, interaktív mesefoglalkozások és tündérkészítő műhelyek, ahol a gyerekek alkothattak és csodás dolgokat készíthettek a két nap alatt. Örömteli hangulatban telt a péntek délután a Trefortéri óvodában. Június 14-én tartották az óvoda hagyományos tanévzáró családi napját, amely a kicsik néptánc bemutatójával kezdődött. Ezután a gyermekek a hét próbán is részt vehettek, melyen értékes ajándékokat is választhattak maguknak. A tűzoltó berendezéshez hasonló szerkezettel próbálták ki a gyerekek, milyen a vízsugárral célozni a Trefortéri óvoda családi napján. Ilyen és ehhez hasonló ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek ahhoz, hogy pecsétet kapjanak. Nagyon jól érezzük magunkat, már végigmentünk az összes hétpróbán, már megnyerte a kis ajándékot is, és sajnos ez az utolsó évünk itt. A résztvevő ovisokat sokféle ügyességi program várta, többek között akadálypályán is át kellett menniük, futóbiciklivel vagy kis motorral is teljesítették a pályát. A gyerekek összesen 7 helyszínen gyűjthettek pecséteket, emellett a vállalkozó kedvűek rendőrautóba és tűzoltóautóba is beülhettek. Ez a rendezvény, ez a tanévzáró családi napunk, amit ott az óvoda udvarán minden évben rendszeresen megtartunk. A gyerekeket és a szülőket nagy szeretettel várjuk ilyenkor egy kis közös együttjátszásra. Óvodai hétpróbának hívjuk az együttjátszást, 7 helyszínen gyűjtögetik a gyerekek a pecséteket, és a végén a begyűjtött pecséteket beválthatják egy-egy plüsre, amit nagy szeretettel visznek haza. Közben pedig étellel, itallal várjuk őket, a tűzoltóautó nagy öröm mindig, amikor kipróbálhatják. Várjuk még az országutak lordjait is, hogy a motorokat is kipróbálhatják, és éppen most épül a bábszínház, mert a program végén még egy vásári bábjátékkal is megörvendeztetjük őket. Örülünk, hogy ilyen gyönyörű, szép időben tudjuk megtartani ezt a tanévzáró napunkat. A családi napot a Jereván lakótelep településrészi önkormányzata támogatta. A rendezvényen a könyvvásár adományait Tóth Éva önkormányzati képviselő, a részönkormányzat elnöke adta át. Kánikula és napsütés várható, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután a Mozaik című műsorunk következik, majd a Hajrá Sopron című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden a napsütésé lesz a főszerep, futózápor csak néhol alakulhat ki. A hajnali 12-20 fokot követően délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre számíthatunk, csapadék sehol nem várható. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt valamivel több felhő lehet az égen, de eső zápor továbbra sem valószínű. A délutáni órákban 29-36 fokot mutathatnak a hőmérők.